Nem csak művészként kell ilyen ügyek mellé állni, hanem bármilyen szakmában, mert az emberiségnek szerintem ez a legfontosabb mozzanata, hogy szeressük a másikat, odafigyeljünk rá, és nem véletlenül születtünk meg családba, nem véletlenül vannak barátaink. A legrosszabb pillanatukkor csak is ők segítenek rajtunk, és reményeim szerint most nagyon sok barát összegyűlik a mai este folyamán. Emlékszem, azt mondtad, az élet megy tovább, ameddig kék az ég és zöldek még a fel, amíg az óra jár a hét határban, mindig várnak új és új csodát. S majd a Temze parton bérelünk szobát, és átbeszéljük ott az egész éjszakát. És az erkéről a csillagok majd úgy figyelnek rá, mint én te. Olyan szépen ragyognak a csillagok, ha egy álmatlan éjszakán felébredsz, ott leszek melletted, engem csak te értetsz. Az egész zenekar nevében mondhatom, az egész Kodály Filharmonikusok nevében, hogy amikor ez itt szóba került, akkor nem volt kérdés. Akinek van gyereke, az tudja, hogy miről beszélünk, ilyen érzésről, és aki nem, az is biztos, hogy pontosan el tudja képzelni. Szóval a gyerek a legnagyobb kincsünk, és az ő egészsége a legfontosabb, amit el tudunk képzelni. Tudom, hogy Isten mennyire tarthat minket erős embernek, mert ezzel a betegséggel nagyon nehéz megbirkózni. Csak a tudata, hogy mi várhat ránk, mert ahogy látják, még most egész jó állapotban van. Mi látjuk rajta a tüneteket, viszont azóta sajnos kiderült, hogy Ádin a DMD-n belül egy olyan hibával küzd, ami gyorsabb állapotromlást eredményez, így a nagykönyv szerinti 10 év helyett ő már 6 éves korában is kerekesszékbe kerülhet. Így tőlünk elvették azt, ami a legfontosabb volt, az időt.